Csomagolják a menüket az egyik közétkeztetéssel foglalkozó szexárdi cég munkatársai. Itt naponta nagyjából 350 adag ételt szállítanak ki, azóta, hogy az éttermi részük a koronavírus miatt bezárt. Az ételkiszállításra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, most a koronavírus járvány idején pedig még a korábbinál is nagyobb odafigyeléssel dolgoznak ennél a cégnél. Így például a munkavállalók minden nap írásban nyilatkoznak az egészségügyi állapotukról. Hét minden napján azért szondáztatjuk őket, tehát ugye kérdőívek vannak, egyebek, amikkel egyáltalán a veszélyeztetettséget esetleg ki lehet mutatni. A szabályok arra is kiterjednek, hogy milyen módon lehet a kész főtételt kiszállítani. Az egyik lehetséges módszer az úgynevezett sokkolás. Ennek során az ételt nagyon rövid, néhány perces időn belül 3 Celsius fokra hűtik. A másik módszer szerint a készételt azonnal lezárt dobozokba adagolják, és olyan gyorsan kiszállítják, hogy a maghőmérsékleten ne tudjon 70 Celsius fok alá hűlni. Így oldják meg a kiszállítást. Mi melegen szállítjuk az ételt, tehát reggel készítjük el, és rögtön frissibe kerül be az edényzetbe, és úgy történik a kiszállítása. Nyilván erre is érdemes rámelegíteni. A kiszállítás szabályai között az is szerepel, hogy csak olyan járművel lehet ételt vinni, amit semmi más célra nem használnak. A jármű rakterének láthatóan tisztának kell lennie, ennél a cégnél ezért a kocsikat naponta fertőtlenítik belülről. Határozottan azt mondom, hogy 80 fok az már teljesen jó a megfőtt állapotában. Ez az a hőmérséklet, mondja Hámori Róbert tolnai étterem tulajdonos, amin egy melegen tartó dobozban biztonságosan lehet kiszállítani, anélkül, hogy minőségi probléma lenne az étellel. Az ételkiszállítás szabályaival és ellenőrzésével kapcsolatban kerestük a Tolna megyei kormányhivatalt is. Válaszukban a Nemzeti Népegészségügyi Központ erre vonatkozó tájékoztató szövegét küldték el. Ebben kiemelik, hogy a szállítójármű rakterének fertőtlenítőszeres tisztítását rendszeresen el kell végezni. A rakodást és a szállítást végző dolgozókat el kell látni megfelelő védőfelszereléssel, szájmaszkkal és kesztyűvel. Az ételek kiszállításában pedig csak olyan személy vehet részt, aki egészséges, valamint a vele egyháztartásban élő sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket. A futároknak minimum 60% alkoholtartalmú készfertőtlenítőszert kell biztosítani, ezt pedig ők kötelesek rendszeresen használni.